Sácsú, mint csörtészt a szavaztok, gyerekek, üdv a csatornán, képer jelentkedik a következő csodálatos Seven Days to Die-jal. Írtátok, hogy két csík van itt a képernyő szélén. Sajnos nem tudok vele mit csinálni, nem tudom, hogy miért van ez. Ugye megmutatom itt a videóbeállításokat. Full HD-ben vagyunk, 16:9-ben, és meg is hagy csíkot, pedig tényleg fogalmam sincs, hogy ezt miért csinálja. Hát sajnálom gyerekek. Na, amit kellene csinálni, azt például kellene írnom egyet szerintem, meg vannak itt problémák. Többek között az, hogy ugye a következő küldetés, ja, beszéljünk dolgokról. Jó lenne csinálnom ugye olyan crafting table-t, amelyik, ugye mutatom nektek gyerekek, meg fogtok örülni, amivel tudok blokkokat csinálni. Csak ahhoz, hogy tudjak blokkokat csinálni, kell egyszer ez, meg kell egyszer egy ilyen satú. A satút megmutatom, hogy tudom megcsinálni. A satút, hogy megcsináld, ahhoz kell blacksmith, forge, tehát akkor kellene hozzá blacksmith forge, mindjárt mutatom, hogy a forge-ot, hogy meg tud csinálni, ez a blacksmith, ez a kovács ilyen öntöde, ehhez kell a research station, hogy ezt ugye le tud craftolni. Meg még ráadásul kell hozzá ilyen mindenféle research data, meg ilyesmi, de a research station, amelyik ahhoz meg ugye ezt kell megcsinálni, úgyhogy ez extrém hosszú folyamat az egész, és nagyon durva egy. Mi volt ez? Snaking skill-en ment fölfele. Na, közben hallgatózzunk, nem-e támad meg valami. Jó, nem, úgy látom. Rakjuk le ezt a dolgot innen a kezünkből, meg akkor kell... Kicsit parázok, hogy megtámadnak, de talán nem. Ezt lerakom innen, kezembű, ne legyen itt. Mondjuk ide, berakom mellé. Elmegyünk küldetést csinálni, kellene nekem csinálni másót, ugye? Amelyik a túlok között van, és itt van nekünk, és kötelet kellene szereznem. Nem tudom, kötelet nem raktam ki valahova, de kötelet egyébként tudok csinálni. Izéből, rezin kellene nálam, az legyen mindig, meg akkor izé kellene, hogy legyen nálam. Bár ez is kellene, large stone is kellene, hogy... Ja nem, hülye vagy, így kell kivenni. Összekevertem. Oké, mindjárt nézzük itt a dolgokat, hogy itt van-e valami csodálatos dolog. Ja, futni még nem érdemes, mert akkor észre fognak venni a zombik. Az a baj, hogy valami falat kellene húznom itt magam köré, csak nem tudom, hogy miből csináljam ezt meg. Igazából, hogyha összeszednék ilyen papírdobozt elég sokat, akkor azt meg tudnám csinálni, vagy valami hasonlóképpen. Így tudnék gondolkodni, de az a baj, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira jó megoldás nekem. Na, srácok, mondtátok egyébként, hogy ez nagyon jó tűzre, úgyhogy azt használjam. Szóval próbálom hasznosítani azokat a dolgokat, amiket itt írkáltok. Jó, a gyerekek, úgy látom, hogy lószart sincsen, srácok, úgyhogy akkor menni kell. Kötelet kell csinálni, a kötelet azt meg azt hiszem rezinből tudok csinálni, ugye? Rezin meg ez, jó van. Oké, akkor ilyen fűjjet kell gyűjteni. Azt ezelőtt szóval használtam-e? Jó, kimegyünk azt a gyűjtők füvet, már rohanunk is, mint az őrültek, meg közben nyakon verjük a dolgozókat, hogyha jönnek. Aztán megcsináljuk a küldetést, ugye, szuprit gyűjtjük be. Jó lenne meggyógyulni egyébként, nem fűzök sok reményt ahhoz egyébként, hogy én meg fogok gyógyulni, sajnos. 9. nap jönni fog, elvileg eldrop, bár biztos nem. Mi? Ez bírom gyerekek! Hogy nem tudod fölvenni, bazze! Nem tudod fölvenni, és ezt meg kell javítani. Nem tudod fölvenni, elmondom neked, miért nem tudod fölvenni. Mert ugye, ha megütik, ha megsérül, nem tudod fölvenni. És ugye javítani kellene rajta, csak nem tudom, mi az anyámmal javítsam meg. Gondolom kalapáccsal vagy valamivel. Out of stamina. Most jó kicsesztem magam, nem hiszitek el. Egyébként figyeljétek, mindig szívás van, érted? Ezt így megoldom, hogy itt ne tudjanak lejönni erre. Mi van, bazze? Ez van apám. Üthetem szét ezt a ládát, amelyik tök jó láda is volt ráadásul. Á, srác, őrület, egyébként őrület, komolyan mondom. Ez egy őrület. Meg még ráadásul az egy őrület. Ugye, hogy nem tudsz izét csinálni, nem tudsz craftolni. Hanem egy ilyen extrém hosszú folyamatot kell végigjátszanod, hogy el tudj kezdeni craftolni. Nem az van, hogy te most így, hoppá, csinálok kézzel egy fablokkot, csak úgy lazán így a kezembe, inventoriba nem tudod megoldani.
nem tudsz craftolni, úgyhogy tényleg egy ilyen kis nomád életmódot kell folytatni. Bandi mondta egyszer még annó, hogy tök jó lenne egy olyan, olyat csinálni, hogy tök ilyen nomádba nyomni a izét, a Seven Days to Die-t. Hát itt rá vagy kényszerűbb a testvérem. Nem kicsit. És akkor itt koppogathatok, érted? És meddig tart? 35 percet ezzel cseszek el. Nem tudtam fölvenni egyébként, vagy bármit is írtok, nem tudtam fölvenni. Igen, fűjjet kéne szednem, azt meg szerintem ököllel fogom megszedni. És akkor csinálunk izéket, köteleket csinálunk, ásót, utána csinálunk javítókészletet, primitív javítókészlet kéne nekem, gyerekek, mert az a baj, hogy ezt így elhanyagolom, tehát nem csinálok, hanem ugye mindig újra akarom készíteni a tárgyaimat, primitív javítókészlethez még nem olyan túl sok minden kell. Jó, hát ezt itt hagyom a francba, gyerekek, ne szórakozzatok. Nem hagyjuk itt, nyakon verjem? Nem verem nyakon verjem. Ásort készítsük. Nem kötelet készítünk, amennyit tudunk, mert az körülbelül több. Mi a szar? Mi? Jaj, mert ilyen rohadt sok ideje kell hozzá. Fűj, bazze. Megnézzük ezt a mentőautót, de valószínű, hogy ezt már kilutolta a Keeper. Skorpióval. Igazából már lesz a szarom, hogy találkozok-e vagy nem. Úgyis szívunk minden állat. Ez a kötél, ez egy őrület egyébként. Hogy ez ennyi köl. Na, most már tudok talán alsót is csinálni. Humor az alsó. Igen, jó, stickes kell hozzá. Miért nem tudom lecraftolni? Mert még köl egy kötél. Megőrülsz a csőd. Még köl egy kötél. És primitív javítókészlet is kell. A gyerekek? Jó, ezt lecraftolom. Oké. Okay. És akkor primitív javítókészlet is kell, ahhoz is kötél kell. Tehát ahhoz is kell még nekem ilyen. Meg különben ezt nem fogom tudni, de közben arra haladunk természetesen, meg utoljuk az autókat agyba főbe. Támadásba rendült a csávó. A kettő mazzag volt benne, persze, hogy nehogy jól érezd magad, Keeper. Egyébként tiszta rage game lett ez a Seven Days to Die, és csoda, hogy még nem mondtam meg. De egyébként tényleg ilyen tiszta rage game begyomom már. Itt baza, itt nem tudsz nyugodta lenni, hogy valamit csinálja. Itt mindig megtámad 862 zombi. Milyen jó verde, egy ilyen furgott a stédék. Na, nyílj már ki az ajt. Valami fegyverszerű tárgy volt, de biztos vagy kaki. Nekik itt nem tudsz craftolni, érted? Ez mi volt? Ez izé volt. Kánya rám támad, de! Gyere le! Gyere rám! Legalább támadjál! Nagysőjöm, nem tudtam izé, nem tudtam leverni egybe ott a skorpió, mert az meg nekem annyira hiányzik, mint a szarazsebbű. Ugye? Valaki egyébként támadásban van. Ott az mászik, kuszik a csávó, meg itt is van egy halommal. Mennyi izé van? Mennyi zombi van, gyerekek? Ez milyen épület egyébként? Ez nem a kórház. Ez nem a kórház, mi az a nagy épület, bazd meg? Na, primitív javító készlet, olyat kellene csinálnom, remélem, hogy ezt tudok itt csinálni. Ha. Kell hozzá kötél meg bot. Elnézést. Úgyhogy még egy kötelet kiköt furkánom valahonnan. Jó, gyorsan craftoljuk le egy kötelet. Hello. Bocsánatot kivárok. Na, igen, izé kellene nekem, gyerekek, nagyon. Egy ellenméreg, de biztos, hogy nem fogok találni egy büdös darabot se. Ja, mondjuk közben meg gyógyíthatnám magam, mert méne. Nem tudom, esküszöm, nem tudom, onnan tudok azt majd szerezni. 400 méterre vagyunk. Oké, okay, és akkor egy primitív javító készletet mindjárt dob a Keeper magának. Van ez meg jó lesz, hogyha van. Egyébként, na itt van. És akkor meg tudom javítani majd az ásómat. Ugye az ásós szupli küldetés az jó szívás, mert azt sem tudok még így digelgetni. De hát előbb-utóbb kell. Minden küldetés megcsinálja, hogy ugorjunk egy időt. Ott egy balta. A balta zár, az meg egy katonai bázis lesz, nem srác? Te, figyelj rá. Legalábbis ott egy katonai kocsi, de nem tudom rámenjek ezekre még, gyerekek. Ja, itt meg a kórház, nem ez a izé, ez a nem kórház, hanem a... Na, ezt a katonai kocsit, ezt majd még van.
Zárva, várjál már, nem támad senki se. Akkor nyissuk már ki. Hűbe, de lockpicket is nem tudom, nem fogok tudni kinyitani semmit, hogyha elcseszem az összes lockpikemet. Érted, az is baj. Legalább legyen benne valami érdekes. Nem hiszed el, hogy egy gomba... na, ettől megyek neki falnak. Durvábú. Az... Várj, ezt... azt kilutoltuk, már itt voltam. Nézzük, mennyi sörétem... Kettő sörétem van! A gyerekek, nagyon el vagyok látva, hallod? Nem is tudom, hogy ennyi, ennyire... Nem voltam-e valaha is. Egyébként jó lenne sztaminával... kicsit tartalékolni, mert hogyha tartalékolnám a staminát, ugye akkor, hogyha jön a skorpió, el tudsz futni előre. Ja, itt a Chemical Station-nel tudnék ugye ellenmérget csinálni, de az megint egy ilyen epic nehéz, ugye rengeteg összetevő kell hozzá, meg még research data, meg az Isten tudja, mi nem. Szóval itt vannak problémák. Egyébként nem, eddig még egy darab ellenmérget nem találtam. Nem tudom, egyáltalán az lutolható, de valószínű, hogy lutolható, csak ilyen nagyon, nagyon szerencsétlen a képer. Én már önök is örülök, hogyha ott a skorpió. Baszé, az azt hittem rám fut, hallod? Már feláll a hátomra, a ször meglátom. És viszont. Na most meg mi van, éhes vagy, bazd? Várjál már. Mindig körülkör néz, de betávad valakivel, még megölsz. Faja. Jó van, itten kell igelni. Legalább egyenes terep, nem, azért nem szívom annyira. Jó. Skorpió, remélem nem gyűr rá. Nézzük. Hol van a izé? Hásó. És akkor majd meg tudom javítani, szóval akkor ez jó lesz nekem, ugye? Na, nyomjuk neki gyereket. Ezt meg tudom csinálni végre legalább, idő is van. Ugye ez az a baj, hogyha ezt itt hagyod, akkor vége bulira. Szóval tudsz itt szívni. Ugye kellett egy javítókészlet, mert különben nem tudtam volna megjavítani, az ásó nem bírja ki. Mondjuk ennyi erővel még egy ásót is csinálhattam volna, de szerintem teljesen mindegy. Mert körülbelül ugyanaz kell hozzá, ugye? Javítókészlethez meg az ásóhoz is kávé ugyanaz. Csak annyi, hogy ásóhoz nem kell nagy kűj. De például ugye a kötél az szint úgy kell hozzá, mind a kettőhöz. Na mindjárt jönnek a zombik. Ezt az ásásos küldit, ezt nem szereti. Persze, hallod, izé, kölláb nekem, hallod. Tuti, hogy az a skorpióhoz be fog távadni, mert itt nehogy jól jelez magad. Egész végig sírok. Mi ebbe a üzébe, ebbe a sorozatba? Reina Keeper, mint a szaros gyerek. Na. Lássuk be, lássuk be. Ó, üzébe van. Digging Tools ki az nőtt. És már nagyon jó, van hármas. És üzébe, mi az? Skillpontot kaptam, de jó. Viszont ezt legalább el tudom osztani. Csak az a baj, hogy már mindjárt megmérgeződök. Figyeljetek, meghalok. Egyébként azt hiszem úgy állítottam be, hogy ne vesszen el semmi. Ne az legyen, hogy mindig vissza kell bollakni, hát ilyen nagy szivatás az egész. Azért ások így, mert akkor, hogyha szűkül, akkor utána akárhol le tudok ásni, tudod? Na mindjárt szűkül a kör, talán most. Nem tudod. De amilyen szerencsém van, biztos nem ide szűkül be, ahol már kiástam. Ez egy csomó szendem, de jó, jaj, de jó. Egyébként van, aki itt rúgja a port, szerintem. Jó. Ezt észre is vette be. Jó. Szétcsaptam ide a szart. Na, lássunk tovább. Ja, amíg ugye nincsen nagyon felfejlődve ez a lásás skilled, meg ezek a különböző ilyenek, akkor addig ez a küldetés az egy halál. De egyébként elég jó cuccokat szokott dobni. Bár főleg mondjuk nagyobb szinten. Ilyenkor ugye jönni szoktak zombik, na mi van? Jó.
Messze nem érdemes menni, aha, az jó, hogy elvettem oda. Mert ugye az a problém, nagyon messze elvész. Akkor összetörődik a küldetés egy kissé. Hát ketten jöttek, egy volt. Nem volt erős. Na merre szűkült ez? Erre valamire. És egy szinte lejjebb ások, meg talán szerencsénk van, de valószínűleg nem lesz. Hát ez egy... Figyeljetek, izé jó, a ragdolvar. Ez csajnak a feje, az így izé jó. Hullámzik. Ja, ások egy szinten lejjebb. Megnézzük, merre szűkül. Ugye be is tudsz ásni alá a föld alá, úgyhogy már mint így oldalra is, szóval nem kell azt csinálni, hogy... Meg ugye szerencséd is lehet, hogy pont ki oda ásol be. Szóval ez eléggé mázlib múlik. Megpróbálom, hát ha mázlib lesz. Na már 4-es a digging skill-em. Biztos nem lesz mazlim, mondjuk. Valami tébolyra van, lehet, hogy megtámadott a izé skorpió valamikit. Hallom, hogy izé van. Ott törjöngé. Ott a, gondoltam. Verekedés hang van. Bugyóznak. Ugye tönkre megy az a lássó, mert az miért is ne. Na, legalább meg tudjuk javítani, szóval meg tudjuk csinálni a küldetést nagy eséllyel. Nagy valószínűséggel, inkább úgy mondom. Hát ez egy ilyen szar. Ez egy utálatos küldetés, nagyon nem szeretem. Később jó, most ilyenkor még nem. Merre van ez a digging? Aha. Nem tudom, merre fog rászűkülni, ugye ez ilyen tök random. Jó, tökre vedd, de most már legalább meg tudjuk javítani. Ja! Na, nyomtam egy tabot. Nyisd meg. Ne! Mit csinálsz? Hogy kifagyjon? Nem fagyott ki, vagy de jó. De 4K-ba fölváltott. Ez egy csoda egyébként. Ez egy csoda. És ilyenkor a hardware is szétcsúszik valamilyen szép. De láttátok, hogy idején volt. Full HD, figyeld. Egyébként 4K-ba kitölti az egész kijelzőt. Úgy érdekes. Na, és ezzel húzom az időt, érted? Nem mondod, bazza, ott a figyel, a skorpió. Hát a rohadt életben, nem hiszel el. De miért kell nekem ez miért kell ez a skorpió? Ettől vadulok, érted meg? Úgy kinyír, mint a szar. És futhatok el, figyel, nem lesz meg a küldetés, emiatt a szar skorpió miatt. Nem hiszem el, komolyan most mit sem bújjak, vagy lejtősz. Nem hiszem el, meg van egy zombi a hátam mögötte. Most komolyan miért kell nekem rámjönni egy rohadt skorpiónak baza itt, amikor ízélek? Pont erre kell ám érted jönnie, nézd már meg! Nem hiszlek el, komoly a játék! Szűköljön már ez a szarkör, meg ne jöjjön ide egy skorpió, pont ide kell jönni, ahol ástom kell, komolyan mindjárt. Esírom magam, hallod. Szűkültünk, meg ide van, jönnek a zombik. Hol vannak? Erre kéne jönniük. És mi az, hogy nem jött? De ez, ennek meg pont erre kell jönni, tök jó, komolyan. Figyelj, oda nézzél, öcsém, hallod, nehogy jó. Nehogy jól érezd magad, nehogy! Nehogy! Nem hiszem, mert figyeld, itten kell mászkálnod, ejtseim! Észre fog venni a francba. Megpróbálok alul diggelni. Röhely, röhely gyerekek, röhely! Hogy van-e? Megvan, bazd, a mászling van!
Jó van, jó szar, semmi sem. Na. Ja, meg megjöttek a zombik, nem baj. Leadjuk a küldetést. Jó, hát ez semmit nem értünk vele, tök jó volt. A rohadt skorpió meg, ez jaj, de jó, komolyan mondom. Mire örülök neki. Nagyon szeretem. Be akartam tárazni még a baltát is, gyerekek. Nézzük, ebben nincs semmi, jó van. Ha? Nem boldog a keeper, de nagyon nem boldog, tényleg ilyen epic szívás az egész, nem? Jó, leadjuk azt talán valami tier 2-es küldetést, de megdöglünk, megdöglünk, már komolyan mondom, kezdek bele ide nyugodni ebbe a legénybe. Valaki örög. Itt a kórház, oké. Okay. De hát ezt nem tudom kipucolni, meg azt nem is biztos, hogy benne lenne, érted? Nem is biztos, hogy lenne benne. Mert azt hiszem, hogy ez a kórház. Így hátulról is bele... Ez mekkora egy épület, te Jézus Mária hallod? Ez meg valami fúdos akármicsoda. Jó, sűrű vannak itt a komoly épületek. Ezek ilyen tier 5-ös szerintem, tier 4-es, tier 5-ös küldetés épületei akarnak lenni. Ja, ezenk az még mindig nincs, meg nem is nagyon lesz mostanában, tudjátok mi. Igen, járművünk, mert megint nagyon nehéz megszerezni. Próbálom a szemetet, hát, hogyha nekem dob egy jó csodálatot, és ezért csomó mentőautó az meg nem működik. Keeper nagyon beszította. Hát abban bízok egyébként, hogy az airdropból esetleg esik valami csoda. Ez lehet. Hát egy ilyen kamaróval így elfutkoznék, vagy nem tudom mi ez, de szerintem van kamaró. Ez tök jó állapotban van, érted? És zárva van, tesó. És megint ide? Na a lényeg, hogy nagyon piciket pöcsincs rá. Ezt akkor... Keveset használódik. De ez ilyen tök lutrés, ugye? Most fél olyanig próbáltam, és a leg... itt nem próbáltam, és itt nyílik. Igen, csak nem, nem. Jó, lockpicking, lockpicking az ott kettesre fölment. És van egy battery, jó. És javítás, nézzük meg. Az a baj, azért nem olyan túl sok minden kéne hozzá, például ebben nem kellene motor. Ebben csak kettő kerék kellene, meg ilyesmi. Ez egész jó. Ez jó állapotban van, ezt lehet, hogy megjelölöm, hogy Camaro. Valami jármű, ha? Nem tudom, két ember írják, nem hiszem, de jó van, most a keeper így írta. Jó, hát ez szívás. Szívás, csináljunk tovább küldetéseket, más nagyon nem tudok csinálni egyelőre. Amíg meg nem döglünk persze. Megfogunk sajnos. Szia! Hát, hogyha egy olyat is ad egyébként, abban is van. Painkiller, ez mennyit ér? Ez 100-at ér, ez 16-ot, painkillerem meg egyébként van. Oké, okay. Inventoriban nincsen neked új cuccod? Nincs egy rohadt tüzéd ellenszered? Nincs. Ott egy autó, oda nézve, SUV, 120 ezerért. És ott egy sörétes pump action shotgun. Ugye? Shotgun shell, nézzük az enyém, az mennyi. Ja, limits. Jobb az enyémné, de... Van még királynő, jaj, de jó dolgok vannak itt egyébként. Na, viszont... Nagyon, most nem az a lényeg nekem. Valami zsabot adja. És mi mindig ezeket, még mindig egyeseket adja? Ez van legközelebb, jó. Jó, majd csináljuk. Ennél meg ugye nincs idő. Nincsen ellenszer semmiképp. Jó, hát figyeljetek, a pénz gyűjtégeti a keeper, aztán ez van. Nem? 2000 pénzünk már van, ott az elem egyébként. Tök jó cuccok vannak. Amit ilyen jó armorok, meg ilyesmi. Na jó, hát megyünk tovább, gyerekek. Ha mázling van, akkor figyeljetek, úgy is kell csinálni. Ha mázling van, előbb-utóbb találunk ellenszert, ha nem, de nem lesz mázling. Ja, meg várjál, itt van a tök mag recept, és akkor most figyelj, most csinálok egy olyat. Volt egy tök mag receptük. Ezt most én ezt...
Nem fog, ezt be fogom scrapelni, és nézem meg. Research data jön belőle, és az hova rakja a research data? 50 research datám van. Úgyhogy amíg ilyen nagyon nem létszükséglet... minek nevezik őket? Ilyen... skillbookok, meg ilyeneket, be fogom tördelni. Be fogom scrapelni, mert research datára nagyon sokra lesz szükség. Ott van egy mentőautó, azt lehet, hogy megnézem. És megcsináljuk a küldetést. Adjon már nagyobb szintű küldetést, nem? Egyébként semmi lőszerem nincs. Pisztoly lőszerem sincs. Ebbe sincs, úgyhogy lövöldözni nagyon nem kell. Srácok. Ezt úgy felejtsük el, jó? Atlétika skillem növekedett. Ilyetek, nyomjuk neki. Figyelj, nem csináltam már meg ezt? He. Vagy egy ilyen hasonlót csináltam, nem? Jó, nem tökölünk, nyomjuk neki. Ó, sikerült. Jó, nem tökölünk, nyomjuk neki, leugrik a képerő. A baj, a staminám is... Ugye nem töltődik, minden bajom van. Ja, hát egy ugyanilyet csináltunk már, úgyhogy legalább tudjuk, hogy hogy ég. Ugye itt ez le fog szakadni. Mindig bízok benne, de soha nem az. Jó, iszunk egyet, mindjárt. Meg eszünk is egyet. Meg iszunk is egyet. Oké. Szakadjunk le. Aztán belessük neki. Itt egyébként... Hát ez nem pont ugyanaz, he? Nem? Ott van a könyves polc az estébe. Ja nem, ugyanaz, itt kitöri mindjárt az ajtót, ciao. Törjed ki? Nem. Hova? Ellenméreg legyen. A keeper annak körül. Hogyha ellenméreg... lenne. Ellenméreget adja, de... Itt nem jött le ez a csávó. Komolyan mondom, nem vagyok képbe. Itt volt valami? Mi volt az? Ez. Jó, egyébként úgyse fogok kapni, annyira utálom azt. Hoppa. Üvegcserép meg ez a virág, ez csodálatos. Ezekben megint nem lesz üres üveg, meg ilyen. Ez egyébként ilyen időhúzás. Ezek a rossz kis macakizék. Ó, mi ez? Jó, toalettben nem nézelődünk. Ez sima doboz. Mondom, hogyha véletlenül ilyen specifikus izét találnék, ami direkt ilyen gyógyszeres, arra rámennék. Itt volt a kutya, nem, gyerekek? Ott jön ki a kutya. Itt. Úgy van, testvérem. És meg is van a főút. És van gyógyszeres talán, Istenem! Hogy gondoltad volna, Keeper, ne legyél ilyen. Meg persze olyan ide, olyan cucca, amelyik neked nem kell. Javítókészletet egyébként nem akarom elhasználni az Iron sisakomra, hogyha azt gondolnátok, hogy miért nem használom, mert alér egyébként. Kávé, jó. Egy lucalámi. Ó, ez viszont szerintem staminát ad, mert ez jó, mert egyébként az ilyeneket én szeretem. Ti mindig azt mondjátok, hogy ó, hát ez ne. Ezt fel is veszem. Mert én szeretem, hogy gyorsan mozgok, meg tudok snake-elgetni. Egyébként ennyi volt szerintem, nem? Vagy mi van? Nem, kell valami szupra, és ez nem itt van út, hanem az el van rájdva valahol le. Ugye ez alatt is el volt rájdva valami hülye helyen. De nem úgy emlékszem, ezt csináltuk ezt, hogy én vagyok a hülye.
Na, meg is van. Mindig bízok benne, ha? Hello! Csokolom! Csokolom! Bírom ezt a szekercét. Egyébként ez jóféle. Még valaki van, itt fekszenek a földön, hello! XP az mindig jó jön. Nincs XP, nincs időm. Stamina, el van fogyva a stamina! Egy futkorászás lesz most egy kicsit. Gyerekek. Gyerekek, itt van, de problémák vannak. Jó, egyet megvertünk. Közelharc is tök jó ebben a játékban. Csak ne érjenek utol, ugye. Ezt akkor így jól el vagy velük. Az a baj, szerintem a stamina regem az olyan szinten szar, hogy ez őrület. Na, jó van gyerekek, akkor ez annyi volt, mi? Zárva van, valahogy ki kéne jutni, azt mehetünk, akkor levagyjuk a küldetést. Hogy lehet, hogyan lehet itt tenni kijutni? Nem vágja valaki? Ja, úgy estem lehet, akkor valahogy ki kell vernem. Srácok, valaki nem akarja kiverni. Már megint szomjasak vagyunk. Igen, egyébként amikor ugye ezt betegséget így elkapjuk, akkor ilyen rohadt szomjasak leszünk folyamat. Szominám, nem növekszik sajnos megfelelőképpen. Várj, ez? Ezt egyszerűbb. Csak nem megy a staminám, rohadt mérgezés, de miért, hallod, miért van az, hogy azt a az ellenmérget azt nem kapsz, nem találsz? Ma, figyelj, idének kellene lenni ma, nem? Ja nem, holnap lesz az eldrop, mert ugye a 10. napon. Azt még talán kihúzzuk egyébként. Na, menjünk akkor leadni a küldetést. Jó lenne egyszer egy olyat kapnék érte, nem tudom, nem néztem a rewardját, hogy mit ad. Egyébként megnézhetném a rewardját valamelyiknek, hát hogyha pont azt adja, nem? Meg lehet előre nézni, hogy mi a reward? Hogy mit, mi a jutalom? Ígyunk egyet, vagy valami csoda, nem tudok. Már iszok egy kávét, azt hiszem, hogy kaptam egy kávét. Mint hogyha úgy rémled volna, de aztán lehet, hogy nem. Nem kaptam kávét? De kaptam. Ez nyomja a staminát, ezt tudunk egy kicsit gyorsabban futni. Ahogy van? Rohanjunk. Becekli, figyeld! Javítás. Ezeknek a javítását különben tök jó lenne, könnyen. Csapágy kell hozzá, meg egy-két kacadék. Csak az a baj... Ó, oh, taska. Ellenmérek! Vagy meg. Igen, csak az a szívás, hogy... azt a research datát kellene gyűjtenem. Azt meg egyébként ugye mivel a bookokból tudod leginkább, érdemes azt csinálni, hogy egy könyves boltod, vagy egy ilyen izét, könyvtárat, vagy valami hasonlót kirabolsz. Meg azt hiszem, a izében is elég sok könyv szokott lenni a város fázán. Ide adhatnál küldetést, te öcsém. Na mindig nagyon messzi. Fejt. Szállom, meg fogunk ám halni. A méreg szétterjed szervezetünkbe. Na, ez mi? Hunter. Kojotákra 10% idő. Kojotákra 10% damage. Na várj, azt akartam megnézni, hogy rohadtul nem mutatja, hogy izé, hogy... Na de ha az, hát akkor ezt a szolont, ezt megcsináljuk. Oké, még mindig nincs nálad semmi, gondolom ez nem változik így naponta. Úgyhogy ez valószínű. Jó, nem baj. Viszont ezt is, kolyotekre nem érdekel ez a dolog. Ezt azt csináljuk, hogy scrapeljük. És akkor megint van 5 darab research datám, mert akarok csinálni külön dolgoknak, de így ugye nem tudsz, hogyha ezt nem csinálod. Jó, itt van nem messze az, azt szoktam látni ezt az épületet. Megcsináljuk. Gyerekek, 14-53, úgyhogy akkor 3 küldetést azért meg tudok ma csinálni.
Ezt még vissza kellene hoznom és fölvenni a következőt. Hát szívás, egyébként ez ilyen ez a modifikáció, vagy lehet szívni. Na. Veressük neki el! Hol van ennek a bejárat küldetés izéje? Hát ebben megint nem lesz izé, gyógyszer, abban is biztos vagyok. Úgyhogy ezzel is megint szívunk, és megint ideje ütlegelhetek. Na hát jó van, ez van mindegy, gyerekek. Na már nyugtalanok el. De itt sokan vannak gyerekek el. Úristen, mennyien vannak itt el. Na, itt a go-go girl-ek ugrálnak ki a idejében. Hopp. Meg egy külsőt is még ráadásul belnyert, nyújtunk. Jó, mondja, mi a franc? De miért doktornénik jönnek itt el? Ezek be vannak öltözve ilyen cosplaybe, vagy mi ez? Azt a betyek. Gyerekek, itt kemény dolgozók vannak el. Figyeld. A baj, a staminám most már nem igen töltődik. Úgy. Mit csinálják? Íjászkodjak? De azt hiszem, hogy ahhoz is kell a stamina. Ó, hát ez kemény gyerekem. Na, mindjárt. Kicsit izé futkorászok, mert aztán mindjárt valami lesz. Hoppa, végre valami lootot is láttunk. Istennek nem az, ami kellene. Egyébként ebben nem adott? Nem hiszem el, hogy minden, hallod, az mekkora durva, hogy mindenhez ad, csak ahhoz nem, amik neked kellene, ugye? Kávégép nincs. És most meg ered az eső ott kín, úgy érzem. Jaj, de jó, ez meg nagyon szereti a keeper, imádja. Na, könyves fóc, végre van, jó. És nehogy izé legyen, meggondoltam, hogy egy sima könyv. Ez mi ez? Ez nem ilyen... Most nem tudom, ez mi. Egyébként a WC-k, amikből ugye még szokott lenni jó cucc. Köszi. Mert a WC-kben ugye szokott lenni, mi az? Ilyen tükör, amiben van ugye ilyen olyan dolog, ami nekünk jó lehet. Ha. Te valaki nyekereg. Ha ott a... Heh! Lábatlankodik megint a csávon, na. Itt is. Szárva, jó van. Akkor az eltombolott. Aha. Furcsa dolgok vannak egy gyerekek. Clear, ezt ki kell pucolnom. Izé. Könyvek. Figyelj! Gyára ide, agyalom. Arra kell felmenni, ugye egyébként. Most mit? Mit kell neked itt arra rásztod? Exit. Jó, megpróbálom felugrálni a kis miniatűr staminámmal. Ez meg a tökömet leégeti majd ez a... Na úgy gyerekek, itt kemény helyzet lesz, várjátok! Ezt a két sörétet, ezt lehet, hogy ellőjük. Figyeljetek meg, szivatás lesz. Mindig szivatás van. Aha. Na. Jó lesz ez, de szeretem, amikor rálátok a dolgokra. Ezt szeretjük. Ahogy van a loot. És nem látok semmi ellenfelet, ez jó dolog. Aha. Meg is vagyunk, ugye? Go to trader, jó van, oké, sikerült. Semmi olyan, ami jó. Miért nem lehet egyszer a keepernek szerencséje? Gyógyszeres legyen benne ellenszer. Figyelj, minden, mindig, csak az nem, ami kell, ugye?
Szerintem ez az ellenszert egyszerűen nem is tudod kifogni. Figyeljetek, el kéne mennem a másik boltba, küldetés helyett. Csákány viszont, Iron, akkor ez megy a levelesbe, gyerekek. Ezt majd leszkreppeljük. Még van megint kalapácsunk, ami jó. Jó, hát én nem viszem el azt a ládát, mondtátok, hogy ez tök jó, jaj, de vigyem el. Én nem viszem el. Valahol le tudnék menni, ahol nem sebződök annyira. Na, viszont ezt vissza kéne vinnem, és elvileg túlfelül, azon túl, nem, ott a bolt, jó. Igen, fölveszem a küldét, és csinálom azt, hogy elmegyek a másik boltba, hát ha ott van ellenszer. Meg ott is meg tudjuk nézni egyébként a küldetéseket, ha nagyon akarjuk, de a közelebbi bolt az jó. Vagy nekem, NPC. Egyébként ott vannak ilyen tök nagy helyek, de lehetne építkezni. Lehet, hogy azt fogom nem csinálni, hogy kihúzom addig, ameddig így nem szerzek járművet például, aztán építkezni fogok. Nekem nagyon tetszett a legelső sorozatomban, amikor csináltam egy ilyen tornyot, egy ilyen hegynek a tetején. Azt úgy bírtam. Tudom, hogy nagyon nehéz az, mivel ugye sokkal egyszerűbb básni magunkat, de valahogy élnénk. Ezt a rendőrautót megnéztem, még rendőrautó közelében nem merek menni be azra. Megnéztem. Zárva volt, jaj, zárva volt, jó, nem néztem meg, mert locked volt. Egyébként a kaktuszból mi van? Mi gyűn? Úgy gyerekek, ennyire le vagyunk, nézzétek a stamina-t, hogy nem megy fölfele. Jaj, de szóval elmegyünk a másik boltba, hát hogyha ott lesz ellenszer, ezt tudom így földobni, gyerekek. Jó, ezt is megcsináltuk. Az a baj, ugye, ide is... 9 mm-es lőszer jöhet. Complete. Valami csapod van. Egyébként éjszakra lévő... Várjál! Itt vagyok. Éjszakra lévő jobot azt tök el tudtuk volna vállalni. Csak az a baj, az ilyen... Várjál, nem? Ő, ez nagy az a ház. Jó, nem vállalom el. Várjál, megnézzük nála van valami. Egyébként ez nem változik ilyen gyorsan, úgyhogy hiába nézegetem. Nem megyek a másik boltba. Hát, hogyha szerencség van, és ott meg lehet kapni ilyen ellenmérget. Egyébként tök élném, hogyha nem döglenék meg. Csak az a baj, nem olyan egyszerű. Na, következő baut, az hol van? Ezt pont ott meg vagyunk kerülve. Jó, annyi belefér. 17:37 van, esetleg ott felveszünk már a küldetést. Semmi gond, gyerekek. Hogy szerencsék lesz. Bár én nem bízok benne, de hátha. Egyébként 95-es lőszert legalább kaptam. Azzal talán tudok pattogtatni. Jó. Semmi gond, gyerekek. Ez mi? Hát ugye lassan. Ilyen lassan tudok futni, ez jaj, de idegesítő. Na, talán. Az meg zárva van, amikor ilyen túl magas, akkor zárva van. Ásó. Jó, jöhet az ásó, az kell. Ez tudja, hogy zárva van. Nem. Ezt hittem. Jó, ja, ez másfajta maszkokár. Ugyanek, van itt minden, mint a bucsukba. Az olyan cuccai vannak, nem is gondoltam volna. Viszont egy steroidot lehet, hogy bekapok, hogy az ne lassítsa itt a dolgokat. Van bőven. Jó? Ne lassítsa nekünk itt a dolgainkat. Pisztolya, megyünk azzal, van bőven. Ja, itt a kórház. Aha. Gyerekek, akkor mi voltam az előbb? Itt több fajta kórház is van, mert nem hiszem, hogy itt voltam az előbb. Gyerekek, itt szerintem több kórház is van, ugye? Vagy lehet, hogy az nem kórház volt, hanem ilyen gyógyszergyár. Mert volt egy másik épület, az nem ez volt, hanem ilyen gyárszerű volt. Oh, yeah. Akkor az egy gyógyszergyár volt. Nem rossz. Jó, elmegyünk oda, aztán úgyis menni kell hazafele, most annyit megnézünk, hogy itt tudunk-e venni. Bár ha nem tudunk, akkor valószínűleg megdöglünk, mert az éjszakát már... Hát még azt így kihúzzuk, airdrop-ba esetleg lehet, de szerintem nem lesz. Akkor a szerencsénk természetesen úgyse lesz. Ez hol van ez a izé? De még odébb. Szarvas-barvas egyébként, miért vannak itt szarvasok? És sok szarvas? Itt szerintem közel van az izé, a... másik fajta bajom. Hallod? Nem tud elfutni, mert nem tud ütni. Pedig ez jó lenne.
Jó, ez most figyelj, bajdu, csak nem megy fölfele stamina. Úgy van, jó, mert ebbe sok bőr meg minden. Sok hús, sok bőr, sok kaja. Nagyszerű. 17 odalézet, 18 hús. 31 hús szereztem belőle a gyerekek, úgyhogy ez böszmére megérte. Na, ide bemegyünk-e? Hát ha szerencsére lesz a képernek. Meg ugye itt is tudnék küldetésezni, de hát most nem is oda legyek. Ott a Coyote. Ott meg láttam egy. Jó, Coyote, az utálom a Coyote-t. Rám jössz? Figyelgetek, az erősen. Na, nem jut rám, jó. Akkor nézzük meg, hogy itt mi a szituáció. Hát, ha szerencsém van. Figyelj, research dotát lehet velőcönne bazzá. 45 ér. Az nagyon drága cucc, úgy látom, de ha ezért Hammert is lehet venni, 150 ezer rendőrautót is lehet venni, de azt nem lehet venni, amit én nekem körlöd volna. Ugye? Esetleg itt. Jól látom, hogy nincs, ugye? Így puska mennyibe kerül? 14 ezer. Ez mi ez? Figyelj, autó, izé. Supercharger tudsz rakni rá. Komoly. Jó, hát akkor duku. Esetleg meg tudom nézni a másiknál. De biztos nem lesz. Ez meg ott van fel. Mindjárt megnézem azt a csávot meg. Valahol vagy, hogy tudok oda jutni, bazza. Azt hitte betöröm a lábamat, akkor meg még már tényleg ered vágtam volna. Üdvözlet, szevasz, haver. Van-e nálad valami? Nincs. Ennél csak fegyver van, de az sok. Micsoda sörét, öcsém? Jó, van, cseszhetjük, gyerekek. Figyelj, kompakt engine. Ninja rifle. Mennyibe kell? 5600. Nem is olyan sok. Urban Combat. Advanced Repair Kit. Take care. Jó, viszont ezt cseszhetem, akkor én mennünk kell, gyerekek. Viszont itt nem is biztos, hogy érdemes küldetést elvállalnom, nem? Amint csak azért mondom, mert... Az a baj, hogy ugye, akkor ide kell visszajönnöm, ez meg rohadt messze van. Figyeljetek, az a szitu, hogy menjünk, haza kellene mennem, nem? Haza kellene mennem, de kellene úgy beejtenem ezt a csávót, és akkor felvenni küldetést, ami valahol ott, ami hozzám közel van. Úgyhogy valahogy ezt itt kellene kitalálni. Próbálom szisztematikusan csinálni a dolgokat, hát nem olyan egyszerű. Jó, ide legyen benne olyan egy modifikáció. Igen, ezeket a modokat is használhatnám már, ugye? De hát, hogy a Keeper nem használja. Egyébként más dolgok idegesítenek leginkább, azért nem használok semmit, meg így. Jó, azt úgy behetjük. Bemegyünk, felvesszük küldetés. Reggel tudjuk azzal kezdeni. Az a rész kutyaház. Jaj! Nem jó, mert nem. Hogyha kutyaház van. Ezeket a lyukkákat meg mindig így lekapkodom. Aztán a lyuk belőle, hogy ez a lyukka juice keményen. Gyerekek, meg fogunk dögleni, nem sokára. Na hát most nem tudom, nem is tudom, mit veszítek vele, de sokármit is veszítek, így jártam. Mert szóval nem tudok ilyen szart szerezni sem onnan. Ha látjátok, figyeljetek, a város közepén vagyok. Kilútolok itt az Isten nyilát mindent. Egyszerűen nem kapok egy darabot se, úgyhogy nem tudok vele mit csinálni. Én a tőlem telhető dolgokat szerintem megteszem. Annak érdekében, hogy ez sikerüljön, de hát nem nagyon sikerül. Sajnos. Van egy táska, azt a táskát azt szerintem... Néztem már ilyenfele is, aha.
Jó, befutunk küldet és felvesszük. Holnap lesz egyébként airdrop. 71%-a van ez szar esélyes, hogy ma rá esélye, hogy azt fog dobni. Nem biztos. Meg ugye a ide is a, nem tudom, hogy hány naponta változik a kínálat. Ott is esetleg lehet. Úgyhogy nem adtam föl még, de szerintem egy ilyen 80-90% esély, hogy meg fogunk dögleni. Sajnos. Nem örülök neki, mert szerintem korrekt. Most egész jól játszunk, ahhoz képest, hogy mennyire nem mennek a dolgaink. Egy munkát adja, és akkor délre. Aha. Az jó lesz nekünk délre, oké. Okay. Morel házat ki kell pucolni. Ugye azért délre, mert úgyis délre vagyunk. Ugye arra van a... Itt van a bunkerem, és akkor oda kell mennünk utána, úgyhogy ez jó lesz. Egyébként annyit még megcsinálnék, hogy azt a gyógyszergyárat meglessük. Ott biztos, hogy lenne. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy azt fogok csinálni, hogy nem megpróbálkozunk a gyógyszergyárral. Bár az megint egy ilyen epic, szerintem 4-5-ös tír. Szóval nem egy életbiztosítás. De hát az sem életbiztosítás, ha meghalok, érted? Úgyhogy... Bár ugye, hogyha meghalok, akkor igazából a cuccaimat nem vesztem el. És lőszeret sem vesztek, de hogyha bemegyek oda és össze-vissza fogtatok, és az összes létező dolgomat elhasználom, és ott mégse lesz olyan dolog, ami nekem kellene, akkor meg igazából még rosszabbat tettem magammal, mint ahogy ugye. Egyébként ezek, bár mindenbe kapaszkodok, mondom, hát, hogyha ebbe az lesz, de nem igazán lett. Egyébként kicsit áthás vagyok, hogyha így ilyen hülye hangom van, az amiatt van sajnos. Jó, hát lootolunk minden gyereket. Hát, hogyha benne lesz a szemétbe egy darab, kidobtak. Egy darab izajét. Ellenmérget. Nem lesz, ugye gyerekek? Képőnek, hogy lenne akkor a szerencséje? Meg legalább egy pihenünk mindig egyébként, amik... De hát a kocsikat is végig csettektetem, ember nincs semmi, ez teljesen ki van égve. Meg a szemétben, komolyan mondom, a szemétbe bízok már leginkább. Meg a szemétbe szerintem ilyen furrandom dolgok lehetnek. Így bármi, nem? Ó, egy autókerék, viszont ez meg jó, mert az meg alkatrésznek már jó lesz nekem. Ja, az autóban szemétben szerintem így random minden lehet. Úgyhogy azért most majd tényleg a talán. Azt azokat biztos, hogy kilutoltam. Elektronika kármi biztos nincs egyébként itt mellettünk. Ott egy szemét. Jó, van, a szomjasok is vagyunk. Hát figyelj, kaja, pia, meg ilyenre nincsen gondunk, az egyébként jó. Amúgy nem panaszkodom, mert ahhoz képest, hogy elég nagy szívás az egész, ahhoz képest azért így tök jó el vagyok. Megnézzük ezeket a szemetet, figyelj, van még 30 percem. Kocsironcs, szemét, ilyet. Nem örülök, hogy észrevettek. Na jó, maximum majd utána jön, nem? Aztán majd akkor elintézzük. Nem tudok egy blokkot csinálni, hogy ezt itt lezárja, érted? Mondjuk, mizével lezárhattál? Kettő darab ilyen dobozza, vagy valami ilyesmivel. Gyerekek. Na várjál, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy felveszek kettő dobozt, és akkor azzal lezárom. És akkor ugye azt föl tudom menni újra. Az milyen... Ja, ez egy helikopterkerék. Na hát azt nem valószínű, hogy mostanában fogok csinálni. Legalább... Mit tudom én. Ezt meg tök jó lenne kinyitni.
Csak hát ezt valószínűleg nem fogom tudni. Mert tönkre megy, az a kutya szar. De egyébként tízével is lehet ám, hajcsottal. Ja, nem, ja, nem. 27. Jó. Viszont el kellene osztanom akkor a pontjaimat, kellene megint kaját csinálnom, mert miért ne? Hát gyerekek, nem vagyunk. Csak főtt tojás? Miért csak főtt tojás? Nem, miért csak főtt tojás? Sonkás tojás miért nincs? Miért? Mi nincs el hozzá? Nincs tojásom? Ujjaj, ahogy a szarba. Gyerekek. Na mindegy. Kávét azt tudok csinálni. Kávét. Csinálunk vizet. Csinálunk ugye yucca juice-t. Azt tudunk megint egy csomót. Ezeket meg nem csinálom meg, mert szerintem tök felesleges. Az alapanyagokat kirakom. Hát alapanyag az nem bőve. Amint látjátok. Na van 103 húsom. Így meg tök jó, mert meghallom, hogyha jön valaki. Van már 100 darab research datám. Kirakom ezeket is. Ezt félt nem is legyen meg. És üres benzines kanna, mert ugye üzemanyagot ugye tudsz vételezni a kutakról. Meg ilyen, vagy nem is kutakról, hordókból azt hiszem. Figyelj, ezek a stone cuccokat, ami nem kell, azt be kéne. Meg igazából ezt se kell nekem, nem? Ezt is reszkrepelem. Ezt se kell már, ezeket szkrepeljük le. Ez mi? Ezt is leszkrepelem, mert tök fölösleges, szarra való. Ezt megtanuljuk? Ez ugye, hogyan tudom, hogy már megtanultam, vagy nem. Mindegy. Zárva van a könyv, akkor elvileg ugye meg nem tudom. Jó, és szomjasak vagyunk. Hát igen, van baj gyerekek. Hát 77%-on van, hát valószínűleg, hogy meg fogunk dögleni. A piák ugye itt vannak, hát van egy csomó italom egyébként, mindenféle fajta. Úgyhogy szerintem a yucca juice-t tartom magamnál, más nagyon nem érdemes meg a kávét, nem? Aztán a többit meg mindig kirakóztam, valami csak lesz. A kávét ezt magamnál tartom, meg víz az itt maradhat, hát akkor legyen. Teva is itt maradhat, sör is itt maradhat. Jó. Meg a többit kirakosgatom szerintem a gameplay-en kívül időt, amit így összegyűjtögettem. Aztán valami lesz gyerekek. Hát nem tudom. Nem tudom. Nem tudom mi lesz itt. Egyébként az a durva, hogy ebből van vagy 123 lőszerem. Ebből 15, és pont olyan a nincs, amelyik ugye jó lenne az én fegyvereimbe. Ebben például nem tud, nincsen lőszerem. Ebben nincs lőszerem, ebben másikban meg van 130 darab. Kemény. Jó, srácok. Ja, egy arra bizonyt még ki sem tudtam nyitni ugye a fegyverszekrét. Egyébként a lockpickre kellene raknom még, mert csak hát cseszthetem a lockpicket, mivel nincsen lockpick üzem. Csak ilyen nem van. Ja. Meg a miért egyébként, hogy több cuccot tudok vinni, az tök jó. Ez egy pontba kerülne? Nem, ez hány pontba kerülne? Ez kettes szinten kéne lenni ennek. Aha. Ez. Meg. Hogy a lockpickre rakjak. Hármas szinten kell lenni az intelleknek. Jó, az nem a legjobb, nem? De várjál. Nekem fel van a sítyakom? Már megint megint nyomtam egy... Most mondjuk hülyeséget csinálok. 294 zombit öltem meg. Gamesager 20. Izét akartam megnézni. Mit akartam most, baze? Ja, hogy mi van rajtam? Hogy rajtam van ez a szöveg. Ez elvileg ad egy izét, intellektet. Igen. Ez tök jó. Hát ahhoz... Mert ez nekem érdekes lenne. Plusz 50 lockpickinget ad. Az jó lenne, nem? Csak az a baj, hármasnak kéne lenni, tehát ezt két pontot el kell költenem rá. Ezt ez van, gyerekek, elköltöm. Ez kell, ez kell.
Erre nagyon sokat kaptam az elején te. Jó. És akkor ugye ezt meg fogom tudni tanulni most már, csak hogyha lesz egy darab pontom. Oké. Okay. Jó gyerekek, tök jó. Egyébként nem rossz ez az egész szitu. Jó, egyébként itt tök biztonságban vagyok, mert ide biztos, hogy nem fog betörni senki éjszaka. Ja, ugye az a gond, hogyha még, várjam, mennyi XT kell, hogy szintet lépjek? 2200. Egyébként valamit üttek ezek, de ezt a szarom lehallod. Ez úgyse fogja bejönni, nem? Na jó, el is búcsúzom, srácok. Köszi szépen a figyelmet, akkor ide folytatjuk. Hát vannak bajok, srác, nem tudom. Talán kibírom addig, hogy... Ja, itt üti az ajtót. Hát ő is se, nem? Jó, hát nem fogom beengedni. Beengedjük, agyon is se. Agyon is. Gyerekek! Mi a fasz? Halljatok! Még élek! Már nem! Azt a betje, hogy a szaros! Hoppá, csúnyát voltam. De ez hogy történhetett, azt mondja meg valaki. Na jó, megoldódott a keleti kérdés az, hogy most mit fogok itt élni. Ezeket meg jó bezártam ide. Az ágyamon spawnolunk. Gyerekek! Hallod, mi a f... Jó, hát legalább meggyógyultunk. Mi? Ez mi? Na várjál, mit kaptam? Milyen debuffot kaptam? Hát nézze meg a keeper. Ja, nincs, nem veszik el semmi. Ez mi? Nem mondod, hogy skillt veszítettem? Nem mondod? Nem mondod? És milyen skillt veszítettem? Nem tudom, hogy mit veszítettem. Valamit veszítettem, azt beszéli. Az egy jó, nem? Gyerekek, hallod? Azért ez nem volt egy kicsit túlzás. Most nem azért. Jó, éhesek vagyunk meg. Azt a betya, ott vannak a hülyék. Jaj, jaj. Sándor. Azt a betya, itt járnak egy csomó. De hogy a francba jött le ide ilyen 20 zombi, hallod, azt mondd meg. Nem találom el, öcsém. Te közlekednek le föl. Nem találom el, miért nem találom el? Nem hiszem el, bazza, itt van egy csomó zombi! Snake-el, nem kell, Snake-el, nem kell, jaj, itt egy nő! Snake-ing-el nem kell, bazza. Ott is egy csávó. Nem találtam el. Persze, bazd meg, jöjjetek! Mi van itt, te öcsém? Hát mi van itt? Hát mi van itt? Mi van itt? Hát mi ez a millió zombi? Mi a fa? Mi a szaros, rohadt élet van itt?
ne haragudjatok meg, gyerekek, de mi ez? Hallod, mennyi darab zombi ez? He. Ez mennyi darab zombi volt? Ha? Ugye meg iszok, eszek, meg minden összeszedem magamat, mert itt baj van. Hallod? Ezt én nem hagyhatom megcsinálni. Hát mi volt ez, gyerekem? És miért, mi, na várja, milyen debuffot kaptam? Mi ez? Már még mindig nem értem. Ez mi? Trauma. Volt a fiú. Ezek itt járnak leföl, hallod? Azt az anyár úristene. Azt mondd meg, hogy hogy az anyádban nem halt meg kettő lövést sztékelve. Kikelek? Kik ezek? Rohadtul nem kéne itt lennem egyébként, nehogy megdögöljek itt. Pörögnek, nyekeregnek, hallod? Fú, bazza, ez hosszú rész lesz, tudom, bocs, de ezt nem bírom ki, hogy itt hagyjam. Nincs valami jobb nyílvessző? Ez mi? Iron, van ironom, azt kell, akkor bazza. Öcsém, ezek itt széjjel csaptak itt mindent. Hát de hányan voltak itt? Figyelj, kiírtam egy csomót. Szerintem itt ezek 10-15 minimum lejött ideje. Ez úgy jó buli, nem? Tök jó, kellemes. Kellemes a dolog. És az a baj, én nem, pont nem tudok kivenni, mert itt rám látnak, hogy baj van. Próbálok itt snake-ben nyomni. Ja, ott is a csávó, ott is, mindenhol. Itt nyíltak ki. Gyerekek, ez nem jó buli, mi? Betörtek a bázisra. Azt a betyár. Hát én nem mondottam volna, hogy hallod, kinyitottam az ajtót. 86 rád. Itt kéne kinézem azon ablakon azt ott, akkor tudnék snake-elgetni. Meg idejön Assassin's Creed itt. Nem látok egyet sem most. Hallod, ez ilyen nagyon izé, nagyon ilyen Walking Dead szindróma stílus, nem? Itt csaptak nagyon. Hallod, nincs egy sem az. Hova azt anyátok, ha tüntetek? Elég a tüzeme. Három óra. Nagyon nem kell kinyíratnom magam, de annyira felidegesítek ezek. Valaki itt egy... A kurva! Azt a betyár úristenetek, hát te! Nem mertem lőni, mert akkor ide jön az egész világ. Tudom, ez nem volt valami hatékony, hogy nem mertem, olyan kuszba voltam te.
Oré. Várja, megint gyűnek. Én süsörög valaki. Süsörög nekem. Kétszer meghaltam, hallod? Elvileg izőiket vesztettem. Skillpontokat. Perkeket nem, akkor elvileg csak skillpontokat. De az akkor csak hogy lát meg, érted? Ezt nem értem azt, hogy látott meg, de jó van. Idegesít, hogy itt vannak-e? Leég a izem, tűzifalam. Nem merek oda menni, mert ott meg izé van. Nagyon. Világos. Kétszer. Háromszor bevertek, nem? Hányszor vertek be gyerekek? Kétszer? Kétszer vertek be, ugye? Mondjuk, hogy kétszer. Szerintem kétszer vertek le. Egyszer, amikor kinyitottam az ajtót, meg egyszer, amikor kijöttem, ezt itt epofosztak. De itt látszok, látod? Jól pofosztak-e? Na jó, 3-5-fel ennyi, aztán mindjárt szívvágok el köztünk, bevegyek. 3-5-fel, ugye akkor már nem tudnak futni. Hát egy csőbb, szerintem egyébként ez a... Nem, nem zártam. Bezártam valahányat, ugye? Ez lehet, hogy be van zárva. Na mindjárt rendet teszek ám. Hú, ez most hosszú rész, gyerekek, de felidegesítettek. 58. Na gyertek, gyerekek. Ugye rendet teszek. Na. Ki van még itt? Senki? Ha, ide bezártam a hülyéket szerintem. Hogy, hogy még él? Vagyis itt van. És ez a durva. Ja, ez egy nyilvessző, és így beáll a falakba, de durva. Jó. Na, mi a franc? Na jó, ez is megtörtént. Gyerekek, az kemény helyzet van! Egyébként nem értem azt a debuff dolgot, viszont skill XP-m az nincsen, vagy... A fuck! Nem gondolod, hogy egy kicsit már? Sokallom ezt a helyzetet? Hát, komolyan mondom, gyerekek. De várjál, 9 LV-el vagyok, és ez nem lefele ment nekem az XP-be? Hát most ez halál komolyan. Ha megölök valakit, nem lefele megy az XP, mert akkor megőrülök. Figyeld. Nézzük meg. Vagy nem kapok XP-t, amíg izé van. Ebbe a szar highlightból vagyok, figyeld. Nézzed majd az XP csikomat? Vagy nem, nem kapom meg az XP-met? Az van, így hiába ölök meg valakit. Szerintem az van, gyerekek. Nem kapok XP-t. Aha. Jó, mindegy, kétszer bevertek, mint vak a poharat. Ez van, gyerekek, ez van. Amúgy jó van, ez nem tudok mit csinálni vele, sajnos. Hát, jó, megvertek, bevertek, gyerekek, keményen. Itemet nem vesztek ilyenkor, vagy mit tudom, én nem tudom ennek a... Mondnak, milyen csodálatos hatásai vannak még. Itt van megint egy ilyen kolyat. És mi ez a sok? Azt nem értem abban miért volt egy arrow. Vagy ott miért volt egy arrow egyszer, nem? Hát nem, már nem értek semmit, gyerekek. Jó van, elbúcsúzok, hát megoldott a keleti kérdés. Mármint most már nincsen arra gond, hogy meg vagyok mérgeződve, de ezzel valamit kell kezdenem egyébként. Perkek mi van? Nulla, nulla. Mennyi izé kell? Mennyi XP kell? Igen, 4951, és várjál, most kinyírok valamit. Mindjárt megnézzük. Nem is ezzel, nem ezzel.
sincs, ugye? És megnézed még egyszer. És ugyanaz. Amíg rajtam van ez a szoros debuff, addig ilyen traumám van és nem tagulok. De jó. Azért az cuki, nem? És ez mikor megy le rólam, vagy valami csoda, ha? Próbálj nem meghalni egy darabig a kezdi. Hát kösz, haver. Ide, hogy megpróbálkoznék vele szívesen. Na, megint jön egy kalóz gyerek. Leütöm a fejét együtt, és most mérgembe, bazzak. Egyébként kemények vagyunk, mint a Rambo 3, csak amikor ilyen debuffok ránk jönnek, akkor vannak problémák. Ja, igen, hát ez nem csoda, nem csodálatos dolog. Elbúcsúzom, mert rettentően hosszú lett a videó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát ez durva volt, ez vissza is nézem én is, hogy mit történt. Hát nem gondoltam volna, hogy meg 10 zombi van ott az ajtó előtt, ugye egy zombi, mondom, jó van, ezt úgy leverem, mint bakaporrat, aztán mégsem sikerült. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsá!